Hosszú-hosszú előkészületek után úgy tűnik, hogy most már minden rendben van, és megérkeznek a versenyzők a mai napon. Kezdjük talán onnan, hogy minek köszönhető az, hogy a Kanisza Modellező Egyesület egy VB-t rendezhet? Hát szerintem egy, ami a legfontosabb, hogy van egy világszínvonalú pályánk. Van egy nagyon technikás világszínvonalú pályánk, a bal oldala a pályának, ha olyan időjárás van, akkor nagyon be tud hullámosodni, a jobb oldala pedig a sziget által védett területen van, nagyon technikás pálya. Talán nagyon sok helyen jártunk már a világban, talán a legtechnikásabb pálya a világon. Melyik az a hajómodell kategória, amelynek a versenyzői most itt összegyűlnek? Ez az FSRV túrahajó kategóriája. Ezek a legkisebbektől a legnagyobbik, a 3 és felestől a 35 köbcentis hajómodellek. Itt van mindenki. És nyilván, hogyha világbajnokság, akkor a világ legjobbjai gyűltek itt össze. Természetesen mindenki a nemzeti bajnokságból kvalifikálta magát. Magyarországon ez úgy néz ki, hogy a magyar bajnokság első 5 helyezettje kategóriánként adja a válogatotti tagságot, és az utána jövő 2 fő még pótkeret tag, ha bárkinek bármi vagy technikai, vagy esetleg személyi problémája akad, akkor a válogatott keret akkor is teljes létszámmal tudjon részt venni a világon. A magyar csapatot mindenképpen mutassuk be. Hát a magyar csapatot bemutatnánk 35 fő. Ezért én... Beszéljünk egy kicsit haza, jó? 4 fő a hazai csapat. Boti Ferenc, Cimre Attila, Boncok Károly. Ők a nagy kategóriákban, a robbanó motoros, vagy a benzin motoros kategóriákban vesznek részt. 27-35, és jó magam 15 köbcentis alkoholos motoros kategóriában. Hogyan fognak zajlani az elkövetkezendő napok, hiszen itt még jó pár napig hallhatjuk a hajómodellek hangját? A hétfőn reggel 8 órakor kezdünk, este 17:30 van az utolsó futamnak vége, és a futamok után este 18:30 szabad edzés van. Ez minden nap így lesz, és szombaton vannak a döntők. Lehet-e ilyenkor egy világbajnokságon latolgatni az esélyeket? Mennyire lehet? Mennyire vannak mondjuk olyan versenyzők, akik mondjuk egyik csapat azért kicsikét tart a másiktól, hogy ő talán még esélyesebb, mint én vagyok? Működik az ilyen? Működik. Vannak gyári versenyzők is. A társaságban szponzorált versenyzők, ők egy kategóriával följebb vannak, de van magyar regnáló világbajnokunk, aki egyszer nyert egy világbajnoki címet, utána újra megvédte, és ezt egyszerre 2 kategóriában tudta megcsinálni.